Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Hát ma, ma arról lesz szó, hogy röviden összefoglaljam nektek, hogy szükség van-e arra, hogy pánikoljunk. Ugye az elmúlt időszakban már rengeteg találkoztunk olyan fajta cikkekkel, interjúkkal, blogbejegyzésekkel, amik egyre inkább előrevetítik azt, hogy a következő egy-két évben eljön a pénzügyi világvége, és hogy minden össze fog omlani, hogy van ezek az állítások, ezek a tények, ezek mennyire valósak, vagy mennyire csak ijeszgetésről van szó és hogy tényleg a következő egy-két évben szembe kellene majd néznünk azzal, hogy a teljes pénzügyi gazdasági rendszer összeomlik, és jön 2008 után a következő válság. Mielőtt belemegyünk egy konkrét elemzésbe, és megnézzük azt, hogy most tényleg ez mennyire valid, illetve mennyire nem valid, őt szeretném, hogyha végignéznénk azokat a pontokat, ami miatt egyáltalán ezzel fenyegetnek minket, és ami miatt sokan úgy gondolják, hogy a következő években igenis egy nagyon nagy gazdasági visszaesés és egy recesszió fog következni. Az első dolog, amit a legtöbbször szoktunk emlegetni, és ahonnan talán a, a legtöbb elemző most eredezteti ezt az egész problémát, az az USA és a Kína között lévő jelenlegi, mondjuk, hogy gazdasági civakodás, vagy gazdasági háború. Az egész onnan indult, hogy 2018. februárjában az USA gondolt egyet, és majdnem 400 milliárd dollár értékű Kínából importált árura kivetett vámot egyszer csak egyik pillanatra a másikra megnövelte. Erre válaszként Kína ugyanezt tette, hogy például az USA-ból érkező nyersanyagokra, mint az olaj, ugyanilyen büntető szabott ki, amire az USA megint csak ugyanígy válaszolt, és mi meglepő, Kína pedig megint ugyanígy, hogy például korlátozni fogja az Egyesült Államokból érkező mezőgazdasági termékeket, ezeknek a behozható mennyiségét, illetve ezekre kiemel, kivetett vámot is tovább fogja növelni. Tehát gyakorlatilag elkezdődött egy ilyen kis óvodás, civakodás a két állam között, hogy bebizonyítsák, hogy melyikőjük az erősebb is, vagy melyikőjük fogja tudni hamarabb uh, megadásra kényszeríteni gazdasági fronton a másikat. Édes, nem! Nem, te tedd Tedd le te, te! Jó, leteszem. Azonban ami rossz hír, hogy ez nem csak a két ország gazdaságára van kihatással, mert nyilvánvaló, hogy az övékére hatással van és méghozzá nem túl pozitívan, hanem gyakorlatilag az egész világgazdaságra kihelyezte a súlyát az a kis gazdasági civakodás. 2018. szeptemberére például már ott tartottunk, hogy a Kínába az Egyesült Államokból importált termékek közel felére volt büntetővám kihelyezve, és ennek hogy hogyha megvizsgáljuk a két ország között, ha csak az Egyesült Államokból induló mind földi, mind légi, mind vízi transportoknak a mennyiségét, akkor láthatjuk, hogy drasztikus csökkenés állt be az ezek tevékenységet végző indexek, illetve ezek tevékenységet ellenőrző indexekben az egyetemben 2019 nyarára a kínai gazdasági mutatók 17 éves mélypontra süllyedtek, és ezek ugye mind mind azt támasztják alá, hogy mind a két ország erősen elkezdte meginni ennek a, ennek a gazdasági civakodásnak a levét. És hát ugye nagyon sokan most már azt várják, hogy mikor fog ez befejeződni, mikor jönnek az első enyhítő dolgok, az egyes szankcióknak a visszavonásai. Mert nyilván ezt minden gazdaság jellemző belátja, hogy ez hosszú távon nem fenntartható egyik ország számára sem. Habár tudjuk azt ugye, hogy, hogy az Egyesült Államok kéne egy eléggé narcisztikus figura áll Trámbácsi személyében, aki nagyon-nagyon szeretné bebizonyítani azt, hogy ő mindenkinél jobb és hogy mindenkinél erősebb. Kicsit ezért is félnek attól sokan, hogy, hogy ő biztos, hogy nem fog enyhíteni ezeken a dolgokon, és hogy biztos, hogy nem ő lesz az első, aki majd megteszi a lépéseket az úgynevezett fegyverszünet irányába. És hát ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy Trámbácsi nemrég megint elkövetett egy olyan csodálatos lépést, hogy felkelt, és még félig csipás szemmel még az ágyában kezébe vette a telefont, és elkezdett posztolgatni a kedvenc közösségi felületén a Twitteren okosabbnál okosabb dolgokat, és kijelentette azt, hogy abban az esetben, hogyha 2020-ban az Egyesült Államokban megint egy demokrata kormányfő kerül már megválasztásra, akkor biztos, hogy ez az új úri ember vagy úri hölgy, ez nem fogja tudni elkerülni azt, hogy olyan szintű válság következzen be az USA életében, mint amilyen legutóbb 1929-ben volt. Hála az égnek azért a gazdasági szereplők és a gazdasági szakemberek nem ennyire drasztikusan látják ezt a szituációt, de abban mindenki egyetért, hogy a világgazdaság lassulása, tehát a világgazdaság növekedésének a lassulása az erősen összefüggésben van a két ország közötti export háborúval. De tényleg hosszú távon egyre többen látják úgy, hogy ez nem egy fenntartható dolog, például hogy a jövő évben választások vannak az Egyesült Államokban, és hogyha Trump tovább fokozza ezt a két ország közötti visszajt és ezt a konfliktust, akkor az már nagyon nagy hatással lesz az Amerikában élő emberek, hétköznapi embereknek a hétköznapi dolgaira is, és ezzel elősen kockáztatja azt, hogy vajon a következő ciklusban újra meg lesz -e választva, avagy sem. Azt, hogy az export háború mennyire van hatása tényleg a hétköznapi embereknek az életére, azt mi sem mutatja jobban, mint az elmúlt egy-két hónapban már a legfrissebb BMI, tehát a úgynevezett beszerzési menedzser indexek is olyan értékeket produkálnak, amik azt mutatják, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államoknak a gazdasága leállt. Nyilván ezért ez egy kicsit túlzóan hathat, és nyilván ez csak az index értékek alapján tükröződik így, de abban azt látnunk kell, hogy például ezek a BMI értékek már 50 bázispont alá estek, például az Egyesült Államokbeli feldolgozóiparnál, ami már egy erősen recessziós időszakot, tehát egy erősen recessziós pályát mutat. Ezek az értékek egyébként már átgyűrűztek a tengeren túlra is, az elmúlt időszakban, az elmúlt egy-két hónapban már az Európai Unióból is egyre-egyre gyengébben teljesítő gazdasági adatok érkeznek, ami itt egyébként leginkább Németországnak a gyengélkedésével, illetve hogy a most már talán félig meddig lezárt Brexit-tel kapcsolatos úgymond tanácstalanságokkal köthető össze, és a recesszióról és visszaesésről még nem beszélhetünk. Azt látnunk hogy 2008-as válság óta nem produkáltak olyan gyenge növekedési számokat a GDP mutatók mint idén 2019-ben. De ha már növekedés és lassuló növekedés, akkor mégis mik ezek a számok, amik miatt már úgy látják sokan, hogy el kell kezdenünk aggódni. A Nemzetközi Valuta Alap, azaz az IMF minden évben kihoz egy úgynevezett World Economic Outlookot, amiben kifejti azt, hogy milyen tényezők, milyen szinten, hogy mind már hatottak az elmúlt időszakban a gazdasági növekedésre, és hogy milyen milyen tendenciát jósolnak a következő évekre. Ez a kiadvány, ez például 2019-re már csak 3%-os összéves gazdasági növekedést jósol a világszinten, 2020-ra pedig a korábbi 3,6-et most már 3,4-re csökkentették le. Tehát az újabb uh, piaci mozgások, ez a konfliktus meg még egy-két tényező, amit mindjárt át fogunk venni, ezek egyre inkább azt indokolják, vagy azt vetítik előre, hogy az előre jósolt gazdasági növekedésnél csak jóval kisebb mértékűvel számolhatunk, mondjuk Jövőre. Nyilván az országban, ha a GDP értékek már magasabb bázisról indulnak, ott kicsit nehezebb nagyobb mértékben növekedni. így 2019-ben az outlook szerint a fejlett országok nagyjából 1,7, még a fejlődő országok pedig 3,9%-os növekedést mondhatnak majd magukénak, de a 2020-as szám sem emelkedett 5% fölé. Nyilván az alapgazdasági folyamatokhoz ide nagyon sok más egyéb paraméter is hozzátevődik, például az, hogy az országok, illetve a legtöbb központi bank még mindig fenntartja ezt a gyenge monetáris politikát, amit folytat, és amire majd mindjárt ki fogunk bővebben térni, ez nagyjából fél százalékponttal emelte ezt a várató növekedést. Tehát például ezek szerint 2019-ben, ha például nem lenne ilyen laza a gazdasági politika, akkor kb. 2,5 százalékos átlagos éves növekedéssel számolhatnánk, ami például a 2017-es 3,8 százalékhoz képest valóban alacsonyabb, és valóban azt mutatja, hogy a növekedésnek a tendenciája lassulóban van. De például a másik oldalról, hogyha számszerűsíteni kellene az USA és a Kína közötti exportháborút, az például az IMF szerint 0,8%-kal vetette vissza ezt a gazdasági növekedést. Ugye ebből a tendenciából azt vetjük ki, hogy az IMF nem túl pozitív, nem túl derülátó, és hogy a lassulást prognosztizálja a következő időszakra, és egyébként van egy másik vélemény, sem, nem régen találkoztam, a CNBC megkérdezte a Moody's analytics az egyik, egyik vezető pénzügyi szakemberét, egyik közgazdászát, Mark Zandit, aki elég elismert, ezen a területen, elismert szakember ezen a területen, és ő is azt mondta, hogy a következő 12-18 hónapban elég nagy esély van a recesszióra. Nyilván Zandi azt mondta, hogy ez nem törvényszerű, hogy be fog következni, elkerülhető, és vannak olyan paraméterek, amikkel meg lehet ezt előzni, de ez hozzátartozik például az, hogy Trump és Kína befejezi a civakodást, az, hogy a brexit viszonylag pozitív és rendezett keretek között lehet lezárni, illetve, hogy a jegybankok tovább folytatják ezt a laza monetáris politikát. A recesszióra utaló további jelek között is az is ott van például, hogy az egyik legjobb, legpontosabban előrejelző index az úgynevezett fordított hozamgörbe is bejelzett 2019 májusában. Ez gyakorlatilag azt jelenti, ez az a fordított hozamgörbe, ami a hosszú távú és a rövid távú állampapírok egymáshoz viszonyított hozamát mutatja be. És abban az esetben lesz fordított ez a görbe, hogyha a rövid lejáratú államkötvényeknek a hozama magasabb, mint a hosszú lejáratú társaiké. Ez ugye abban az esetben fordulhat elő, hogyha a gazdasági jellemzők azt várják, vagy a piacnak a szereplői azt várják, hogy a következő rövidebb időszakban egy nagyobb kockázattal jár majd egy államkötvényes befektetés, tehát valamilyen kubancot, valamilyen negatív élményt, eseményt fognak várni a következő rövid időszakon belül. A Gyúk Egyetem egyik professzora, Campbell Harvey egyébként, aki megalkotta ezt az egész elméletet a fordított hozamgörbéről, figyelmeztetett arra, hogy a görbe az elmúlt 50 évben ötször került át a fordított státuszba, és az előző négy alkalommal pontosan egy-egy adott válság előtt történt meg, így érdemes egyre inkább felkészülnünk arra, hogy a recesszió a következő időszakban be fog következni. De hogy hát beszéltünk itt laza monetáris politikáról is, ami gyakorlatilag azt foglalja magába, hogy most már gyakorlatilag a kamatokat nem lehet tovább a piacokon, illetve az inflációtól is, mert kis túlzással a világ nagyon sok részén, nagyon sok fejlett részén el kellett, hogy köszönjünk. Ugye a gazdasági növekedésnek, a kamatoknak és az inflációnak van egy egymással erősen összefüggő és időről időre változó egyvelege. Ez a két paraméter, az infláció és a kamatok, ezek ugye kis túlzással együttesen viszik előre a gazdasági növekedést, azonban nem lehet azt kijelenteni, hogy csak és kizárólag az jó, hogyha magasok a kamatok és magas az infláció, és azt sem lehet kijelenteni, hogy az a jó, hogyha állandóan alacsonyak a kamatok és alacsony az infláció. Ennek a két paraméternek leginkább a gazdasági növekedésnek a kiszámíthatóságában van szerepe. Az, hogy ennek a kettő paraméternek a változása, mert igenis ezekben áll be változás van, hogy magasabb szinten vannak, van, hogy alacsonyabb szinten vannak, de a fő dolog az az, hogy ezeknek a változásoknak az ideje és a mértéke az kiszámítható és stabil legyen. Ugye abban az esetben, hogyha magasan vannak a kamatok és magasan van az infláció, akkor az emberek ahelyett, hogy elköltenék a pénzüket, szívesebben tartalékolnak, szívesebben raknak félre, ugyanis a betéti kamatok ilyenkor Magasak. Ezzel ellentétben, hogy alacsonyan van az infláció, és alacsonyak a, kamatok, akkor nem éri meg bankban tárolni a pénzt, nem éri meg, meg ezt félrakni a következő pár évre, hanem érdemesebb inkább elkölteni. Ez lakossági szinten a fogyasztás megnövekedését eredményezi, míg vállalati szinten pedig az, hogy egyre inkább több a beruházás, több a befejlesztés, a befektetés, stb. És ezek egyébként nagyon sokszor az alacsony hitelkamatoknak köszönhetően, mind a magánemberek, mind pedig a vállalati szektor hiteleket fog felvenni. Úgyhogy mondtam is, ez akkor jó, hogy ez a két ciklus, ez periodikusan változik, és olyan kicsit hullámozva követik egymást. Azonban jelenleg úgy érzem, hogy a laza monetáris politikában, az alacsony infláció és az alacsony kamatokba már kezdünk kicsit átesni a lónak a túloldalára, és olyan, mintha mint, hogyha, mint hogyha nem igazán szeretnénk mi elkezdeni ezt a növelést. Ezt a gondolatomat egyébként Nagy Márton, a Nemzeti Banknak a jelenlegi alelnöke is alátámasztotta nemrég egy interjújába, ahol azt mondta, hogy a következő pár évben el kell köszönnünk! a jó kamatoktól, el kell köszönnünk az inflációtól, és a következő mondjuk 5 évben igenis szokjunk hozzá a negatív kamatkörnyezethez. Azt, hogy mennyire kell következő években hozzászoknunk ez a negatív kamatkörnyezethez, az jól mutatja, hogy most már nagyjából a globális kötvénypiacnak kb. 15%-a, tehát nagyjából 17 ezer milliárd dollárnyi értékű pénz van kitéve ezeknek a negatív kamatoknak. Sok helyen egyébként már nem csak az állampapíroknak, hanem a vállalati kötvényeknek is negatív hozama van, sőt találkozunk olyan országgal is, ahol ez a hozamkörnyezet már a lakossági betéteket is elérte, és vissza a nagyobb összegű félrelakott megtakarításoknál már a lakosságnak a kereskedelmi bankokon keresztül is negatív, mínuszos hazammal kell számolnia. Nyilván ilyen paraméterek ilyen környezet mellett az emberek hülyék lennének, bankban, vagy egyéb mármilyen más ilyen hozamú befektetésben tartani a pénzüket. Így inkább összehozó annak arra, hogy ezt a pénzt ezt elköltsék különböző beruházásokba, befektetésekbe, vállalkozásépítésbe, vállalkozások fejlesztésébe investálják, vagy mondjuk olyan reál értékek, olyan reál eszközökbe fektessenek be, mint például az ingatlan. Ez jelenleg nem is lehetne nagy baj, mert tényleg ez indukálja a gazdaságnak a növekedését, és abban az esetben, hogyha szigorítanának a jegybankok, akkor még ezt a 3% körül növekedést sem értük volna idén. Azonban nem szabad ezt hogy ennek olyan negatív, káros hatásai vannak, mint például a folyamatosan emelkedő ingatlanárak, amit ugye itt mi Magyarországon is fokozatosan megtapasztalhatunk. Illetve azt a veszélyt sem szabad elfelejtenünk, hogy ugye ezeknek a beruházásoknak, a fejlesztéseknek a nagy része az hitelből történik meg. És ameddig ilyen szinten vannak a kamatok, addig ez nem is feltétlenül jelent problémát, azonban azok, akik nem fixálják be mondjuk 10-20 évre a, a kamatkörnyezetüket, azok egy emelkedő infláció és egy emelkedő kamatkörnyezet mellett igenis megüthetik majd a bokájukat. Ugye nyilván ezt pontosan tudják a pénzpiaci szereplők is, és elképzelhetőnek tartom azt, hogy pont ettől a félelemtől tartanak, hogy majd egy olyan válság jöhet, mint 2008-ban, amikor sorra elkezdenek bedőlni a hitelek, és ezt elkerülve egyszerűen nem mernek elkezdeni szigorítani a monetáris politikán, azonban hosszú távon ez a szint, ez a növekedés és maga ez a, ez a pénzpiaci környezet, ez fenntarthatatlan lesz. Ugye ezzel a stabil növekedéssel együtt jár az is, hogyha ránézünk a legnagyobb részvényindexeknek, befektetési alapoknak a hozamgörbéjére az elmúlt egy-két évben, akkor azt láthatjuk, hogy töretlen növekedés van és töretlen felfelévelés. És ha megvizsgáljuk ezeket a papírokat kicsit hosszabb időtávon is, akkor azt láthatjuk, hogy a pénz, modern pénzpiacok a történetében a leghosszabb időszak áll mögöttünk, amikor nagyobb buktatók és nagyobb válságoktól mentesen mennek fel a részvénypiacok és ezeknek a különböző tőkepiaci papíroknak az értékei. Viszont ugye, pont ezért, mert már már úgy van, túllőttük az eddigi csúcsokat és az időintervallumokat, amiket eddig láttunk a történelembe. nyilván egyre több embernek merül, merül fel a fejébe az a kérdés, hogy oké-oké, okay, okay, de hol lesz ennek vége? Mikor fog kipukkadni a lufi, mikor szakadnak be az árfolyamok, és mégis ezelől én még mikor menekítsem el a pénzemet? És hát ez a folyamat már szépen lassan el is kezdődött, mi az elmúlt 6 hónapban több mint 300 milliárd dollárnyi értékű pénzt menekítettek át a pénzpiaci alapokba, ami a legnagyobb mértékű tőkebelrámlás jelenti a 2008-as válság óta, itt maguknak a pénzpiaci alapok által kezelt vagyonnak a mértéke sem volt 2009 óta ilyen magas. A Merrill Lynch statisztikája alapján már több mint 3500 milliárd dollárnyi érték van ezekben, összesen ezekben az eszközalapokban, és gyakorlatilag 2019-ben, április hónap kivételével, minden egyes hónapban nőtt a pénzpiaci alapokban kezelt vagyonnak az összege. Illetve a pénzpiaci alapok mellett a tőkepiacba vetett bizalom csökkenésének másik jó index, jó mutatója az, hogy idén történelmi magaslatokba tört az aranynak az árfolyama is, és ugye tudjuk, hogy az arany egy tipikusan olyan valuta, egy olyan menekülő valuta, amiben akkor kezdenek el befektetni az emberek, amikor a modern tőkepiacoktól visszaesést, negatív időszakot fognak várni, és abban bíznak, hogy az arany egy ilyen időszakban sokkal-sokkal értékállóbb lesz. Szóval összegezve, ezek a paraméterek mind arra utalnak, hogy igenis a következő években lassulás várható a gazdasági növekedésben, hogy most ez tényleg recesszió lesz-e, vagy hogy tényleg egy válságtól is kellett tartanunk, azt még ennyire nehéz megmondani. De minden esetre már megszületett a legújabb Luffy elmélet, amin, amin, viszonylag jót mosolyogtam, ugyanis úgy nézett, minden Luffy elméletet állítottak fel nemrég pénzpiaci szakemberek, ahol hat olyan területet emeltek ki, amit itt fent is láttok az ábrán aminek a folyamatos túlárazódásától és ennek az árazódásnak az előbb-utóbbi bezuhanásától tartanak a szakemberek. Nyilván ezt el kell ismerni, az itt látott paraméterek között egyesével külön-külön benne van mindegyik paraméterben egy, egy túlárazódás utáni korrekciónak a lehetősége, és talán még valamilyen szinten ezek egymás keresztbe is tudják erősíteni, de hogy mind a hat egyszerre pukkadjon ki, azért én úgy gondolom, azért, azért ez egy kicsit erős túlzás lenne. Az én személyes véleményem egyébként Zsidai Viktornak az egyik nyilatkozatához tudnám igazítani, ha teljesen egyetértek vele, ahol azt mondja, egy nagyon jó példával azt uh, szimulálta, hogy kicsit olyan most ez az egész pénzpiaci-gazdasági helyzet, mint a, mint a harccéren lévő felcsernek a munkája. Abban az esetben, hogy az adott katona, tehát mondjuk az adott pénzpiaci szereplő bármilyen apró-pici karcolást szenved, akkor most jelenleg a felügyelő szervek, a jegybankok, az IMF, stb., akik a harcéri felcsernek a szerepét látják el, minden egyes pici karcolásra, egyből morfiumot szeretnének adni. Lefordítva a hasonlatot, hogy ez mit jelent, gyakorlatilag az elmúlt időszaknak, főként a 2008-as válságnak köszönhetően én úgy érzem, hogy már van a pénzveci szereplőkben, illetve a magán emberekben is egy, egy félsz. Egy félelem attól, hogy úristen, mi van akkor, hogyha megint be fog következni egy olyan hasonló világégés, mint 2008-ban. És az emberek, illetve a pénzveti szereplők ennek elkerülésére minden lehető dolgot bevetnek, és minden lehető dolgot megpróbálnak, és pont ezért, hogyha már egy, egy index bejelez, vagy egy indikátor rosszat mutat, ami arra utalhat, hogy majd talán lesz a későbbiekben valamilyen visszaesés, akkor azt egyből megpróbáljuk kiküszöbölni, egyből megpróbáljuk korrigálni, a legkisebb eshetőséget is esélyt sem megadva annak, hogy itt recessziós válság következzen be. Ez az elővigyázatosság egyrésztről nem feltétlen baj, viszont nem szabad elköz elmennünk amellett sem, hogy a fokozatosan növekvő hitelállomány, növekvő ingatlanára, és úgymond ez tényleg egy, egy hitelből felfújt, Luffy lehet majd a későbbiekben, ami elképzelhető, hogy egyszer igenis kipukkad. De jelenleg én úgy gondolom, a következő egy-két évben ettől még biztos, hogy nem kell tartanunk, hogy azt láttuk, és tényleg el kell könyvelni, hogy, hogy lassuló tendencia van a gazdasági növekedésben, azonban a recesszió illetve az elkerülhető, és a nagyon-nagyon fontos dolog még egyszer szerintem, hogy tisztáznunk kell, hogy a recesszió és a lassuló növekedés az nem egyenlő egy gazdasági világválsággal. Attól, hogy a növekedési mutatók visszaestek fél vagy egy százalékot, attól még nem vagyunk recesszióba. Ha mondjuk recesszióba esünk, és mondjuk a gazdasági növekedés visszamegy a nullára, az még mindig nem jelenti azt, hogy beszakadt minden, összetört minden, és hogy világvége van. Abban, hogy ezt a lehetséges jövőbeli konfliktus helyzetet vagy gazdasági problémát hogyan kezeljük, ebben egyébként nekünk is, illetve a úgynevezett pénzpiaci influencereknek is nagyon-nagyon nagy szerepe van. Ez lehet akár egy, egy bank, lehet akár egy, egy gazdasági szakember, akinek adunk a véleményére, lehetnek akár nyomtatott vagy online médiumok is, akik folyamatosan azt sajkózzák, és egyre többször találkozok én is azzal, hogy igenis, itt világválság jön. Itt, itt itt, ellen, itt ellenőrzés van. És milyen az átlag emberek, akik még nem pénzpiaci hardcore befektetők, vagy nem szakemberek, ők igenis hinni fognak ezeknek a szereplőknek, ezeknek az influencereknek, és lehet, hogy anélkül kezdenek el berendezkedni egy recesszív, visszaeső időszakra, hogy ennek valós okai és valós indikátorai lennének. Ezáltal viszont, hogy ezeket a lépéseket megtesszük, mi magunk is tovább lassítjuk a gazdaságnak a növekedését, a gazdasági folyamatokat torzítjuk, és valamilyen szinten saját magunknak okozzuk azt a bilit, azt a problémát, amitől mi félünk. Tehát összegezve, végszor, én azt szeretném mondani, hogy nincs még pánik hangulat, nem kell még pánikolni, nem fog jövőre összeomlani az egész modern világ és az egész gazdasági rendszer a Földön, azonban elővigyázatosnak kell lenni, ne engedjük, hogy túl nagyra fújódjon ez a hitelbuborék, ez az adósságlufi, azért ne toljuk össze a gatyánkat, és nem elkítsük ki minden pénzünket a párnacihába vagy a bankbetétbe. Nyilván az, hogy ez a, ez a, folyamat, ez a növekedési folyamat, ez hogyan fog változni a következő időszakban, ez nagyon sok dologtól függhet, de bőven-bőven nem estünk még át azon a határon, ahonnan ez egy visszafordíthatatlan dolog lenne, és megmutatok mindenkit, a Földnek ebből a szempontból van még jövője. Na én ezekkel a gondolatokkal készültem nektek mára, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Én kíváncsiok a véleményekre, melyeken úgy gondolom, ez egy eléggé megosztó téma, amiről nagyon sok embernek nagyon sokféle véleménye lehet. Ezt osszátok meg velem a videó alatti komment szekcióba, és ha úgy gondoltátok, hogy tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem, szép napot mindenkinek, sziasztok!